Sziasztok, sok szeretettel üdvözöllek titeket. Nem egészen ez volt a csereszeret koncepciója, de most ez így alakult. Én nagyon sok szeretettel köszöntöm, szerintem egy nagyon fontos pillanat alakult az életében. Ugye a szerzőknek a főszövegírójában is egy olyan emberre beszélgetünk itt, úgy gondolom, hogy hosszú idején igen tisztelettel fordulunk, de a személyes út a költészete felé, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom a beszélgetéseket, és akkor természetesen sok szeretettel üdvözlöm a Borbész nevét. Sziasztok, és Áfra János, akit gondolom nektek nem kell bemutatni. Igazán tudom, hogy előbb beszélgetést fogom folytatni. János, könyvről a nevét, ami nem olyan régen jelentnek, könyvhez jelentnek, és már jelentős visszhangot mondhat magáénak, szálkos kritika, ismertető könyv született róla, és mindegyik elismerően most így emlegeti ezt a könyvet. Hát, felülindulhatok, én nem akarok nagyon szigorú szeminarizálás előnyel beszélni erről a könyvről, már ezt is lehetne. Akár János, ami jelenlőjük, hogy ők ezt tudják, régóta ismerjük egymást, speciális viszonyban közünk, és még ilyen bevezetőt éppen azt tudnám elmenni, hogy mivel a könyvben 60 vers alakult, a bevezető versen, igen, a nyitó versen, ugye, de nem 60, ez majd megvan a szövegtestben. Minden alulik egy nagyon fontos viszonyítási pont, amely akár komparatív olvasást is lehetővé tesz. Amikor mi először találkoztunk Jánosra, gyakorta a 19. század, 18. század szövegei kerültünk elő, és hát mit a listán, sok olyan egy bibliakötet és fordulatlan verset tartalmaz. Hát ezen a tematikus szálon sem indulhatnánk akár, és egy szigorú szövegolvasó, és azt szerető szemináriumot is kell beszélni, de ettől is tettem. Tehát, hogy rá a két kötet között... Ezt meglepettem most, ez nekem is új információ. Igen, ezt a képeket én még nem jelezték, de van egy ilyen lehetséges kapcsolódási pont a kötet és azoknak előképei között. Kezdjük a kötet koncepciójának, amit lejött felül. Honnan számozik az ötlet, miért ott van, miért, ha már ennél a számára egy picit elragadtunk, miért ez tízes osztásra, nem túl neonikusnak látszik el. És hogy nagyon mondjuk van egyet. Ugye, mikor elkezdtem írogatni ezeket a szövegeket néhány évvel ezelőtt, amik aztán valahogy egységesebb ívet adtak annak, amit csináltam az utóbbi időszakban, akkor azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnám ezt valamiféle rendszerbe hozni. Hiszen manapság ugye az is egy fontos kihívása a lírának, hogy hogyan tud eladható lenni olyan értelemben, hogy ne ugyanazt az élmény nyújtsa egy könyv kötetként, mint ahogy külön-külön a versek. És talán ez ezért is motiváció, mert hát azért is, mert láttam, hogy a nagyokat csinálják ki. Például, nem tudom, hallottál már Borbész Ivánról. Mert talán egy ilyen nem szerző, majd rá is kitérünk. És ezeket a dolgokat próbáltam azért valamilyen formában más nyilván, mint amit ő csinál, de bizonyos szinten levetkőzhetett már, hogy építkedtettem arra az inspirációra, amit a különféle szövegekből merítettem. Valahogy ettől egyfajta elszakadási kísérlet, például az, hogy mondjuk olyan koncepciókat kerültek a szövegek, hogy mindegyik egy közös pontban érintkezik, ami gyakorlatilag a különböző versbeszélőknek a viszonya, akivel a való viszonyt elbeszélik, mert ez a közös módpont, ez nem a szöveg elbeszélőiben, hanem a tekintet tárgyában ér össze. És azt hiszem, hogy ez a 60 plusz elbeszélés, ez pedig egy picit ilyen metafizikusabb távlatot nyit ennek az egyébként mindenki által betegesen komolynak vélt könyvnek, ami hát talán igaz, de én azért tudnék olyan
szövegeket, amiket én öniróniával, vagy valamifajta iróniával kezelek. És ez a nulladik vers, ami pedig gyakorlatilag teljesen más regisztert idéz meg, egyfajta ilyen mítoszteremtés, ez az első szöveg is egy külön dolog a rendszerben, tehát gyakorlatilag 7 részlet adódik így a könyv, és azt hiszem, hogy ennek megvan a maga háttere, akár honnan nézzük, ezt most nem nekem kell kifejteni, de ez egy ilyen teremtés története, ahonnan nézve más megvilágításba kerülnek ezek a szövegek, hogyha látjuk ezek mögött a nagyon hasonló és nagyon nyers hangok mögött azt, hogy van valami. Tehát ahogy a világra nézünk, mindig van valami ilyen lekorlátoltságunk, és mindig ez a korlátoltság határozza meg a tekintetünket. És ahogy ezeknek különböző tekinteteknek a keresztmetszetében adunk, ahogy ezt mondani szoktam, úgy gyakorlatilag szükségszerű, hogy van egy ilyen hájó, ami így körénk épül, és ezt sugározzuk, és ezzel azonosítjuk magunkat. De ez a nulladik szöveg, ez valahogy így próbálja feltörni ezt a hájót. Olyan értelemben, hogy ne csak innen legyen olvasható ez az egész, ne csak ennyire legyen ilyen testi sík felől, mint ahogy ez mostanában nagyon divat. Ezen a ponton mindjárt akkor közbeszólnak, hogy láthatólag a szerzőnek van a koncepció saját könyvének a megnézés. A kritikákat, amelyeket én most újra olvastam a könyvelői beszélgetéssel készültem, azt látom, hogy nagyon erőteljes a kritikai figyelemnek vagy véleményhallgatásnak az irányultsága, ami a kortárs költészet testi diszkurzusai, testről való beszédében hoz összekötésbe ezt a könyvet. Nekem, amikor először olvastam, és még kézről olvashattam, akkor nem az volt az elsődleges viszonyítási pontom, hogy ehhez a diszkurzus, hogy ilyen mértékű, hogy kritika mondja, hozzátapcsolódik. Engem sokkal inkább a látás, a szent és egyetlen a vizualitás, tehát a testről eltávolgó, a testről függetlenül úgymond létező képek, és ezeknek a képeknek a beszédi tétele közötti játék. Tehát nem a test, és mint minden olyan fajta kapcsolatot én a maga részéről, tehát most, mint kritikusként olvastam, nem tartottam egészen helyén valóknak a találónak, amelyek a például a Bokányoknak a borbészőnek, a szerzőnek az ügyeivel a testről hozták összefüggésbe. Mert szerintem itt nem egészen arról a súlyt, ugye határos ellentésről van szó, a test jelenlegi diszkurzusoktól egy másik, egy finomabb összekötet, a látás és a látásnak a elbeszélhetőség irányába. Most vannak olyan kritikák, amelyek ezt észrevették, és már szóvá is tették. És azt is szóvá tették kritikák, amelyet az előbb említettél, hogy mennyire véresen, komoly és tragizáló szemléletű ezeket, és hol van benne az ironikus játék, vagy akár az önmagára reflektálásnak a helye. Hogyha ennek a könyvnek a rejtelmeit próbáljuk bogozgatni, akkor egyrészt egy nagyon tudatos koncepció, amelyet most első olvasatban ezek a kritikák összemostak. Hát adódik ugyan a helyzetből, adódik, hogy mind a kettő Debrecen jelentünk, valamilyen módon mondjuk terekkel összevenni. De hogy a Debrecen egyetlen ezek a dolgok összekapcsolhatják a dolgokat, de ez egy felületes, vagy megint fontos számoztatás ennek a szövegnek. Szóval, mielőtt túl sokat beszélnék, a kérdésem arra irányul, hogy te magad szerzőként ezt hogy látod? Mennyiben volt a program, a kötet szerkesztése során az a szervezővel, hogy ez a milyen értékig a test jellegű ügyeket akarta tovább nyújtani ez a kötet, és jól látom-e én azt, hogy inkább egyfajta ettől a testtől ellépő vizualitás felé is, vagy afelé erőteljesed a kacsit, és gondolja el? Maximálisan egyet tudok érteni azzal, amit most össze
foglalt el, valahol egy kísérlet volt ez arra, hogy attól a fajta testdiskurzustól ellépjen, amit többek közt a írásokkal kapcsolatban és az utóbbi években emlegetnek. És valóban nem véletlen, hogy maga a cím is egy ilyen idegenítő szóval így egyből egy testi betegséget hoz be, ami viszont nem szó szerint testi tünetként jelenik meg a könyvben elsődlegesen, hanem metaforaként, ami pont ennek a látás mechanizmusnak az összetettségére próbál rávilágítani, meg a megismerés mechanizmusnak, hiszen a látás mint olyan eleve egyfajta ilyen metaforája az összes értékszervünknek. Talán a legelementálisabban ezt a metaforát használjuk úgy kiterjesztve az összes lehetséges érzékelési módunkra. És mikor azt keressük, hogy mi az ember lényege, akkor valahol mégis egyből fellép az a kérdés, hogy a látás az alkalmaságunk a mentőtársára. Nem azt kérdezik, hogy tapintható-e, hanem azt, hogy látható-e, és hogy mindig ide helyezzük azt a hangsúlyt. És most a nagy dilemma az, hogy a szöveg ebből mit tud közvetíteni, és egyáltalán hogyan tudjuk így belsőleg elmesélni azt, amit látunk, vagy azt, amit nem látunk, és mégis valamiképpen érzünk. És hogy van-e ezek között valami fajta olyan különbség, ami megragadhatóbbá teszi, vagy legalábbis megérezhetővé teszi azokat a súlypontokat az életünkben, amik valahogy átalakítanak minket, amik megmutatják, hogy nem egyszerűen csak robotok vagyunk, húsból és csontból. Valami ilyesmiről van szó, azt hiszem tényleg, és ez az a kísérlet, ami valahogy így önbeszélő módon irányított. Nem akartam félbeszakítani. Mindnál folytatjuk egy előbeszélgetést, erre a beszélgetésre fölkészülve, és ott szóba került, hogy nem mi az oka az Áfri János előszerző kötetében annak, hogy nem egyes versek állnak meg a saját lábukon, és egyes verseket tartalmazza kötet, hanem egy megkomponált kötet egészként olvasható, és úgy látszik értelme lenni az egyes szövegeknek ezen belül, nincs a részleges jelentése. És a Borbész Szilárd nevezető már említett szerző esetében is hasonlóképpen van valami egyfajta tünet, amit le lehet írni, bár mint azt akkor mi megegyeztünk abban, hogy egészen más útról indul az egyik szerző és a másik szerző. Most szóval mi ezt a beszélgetést már lefolytattuk és készítettük róla egy videófelvételt, és annak leírattára mondjuk most vissza, és meg is nézni, de ez is be volt komponálva a beszélgetésben. Tehát, hogy amikor én, aki van bizonyos kapcsolatban van a Borbély Szilárd szerzővel, úgy gondolta, hogy nem egyes verseket ír, hanem köteteket, akkor máshoz írhatne, mint amikor az Áfri János szerző hasonló gondolatok kötetek a kondicionálásra. Igen, azt nem tudom, mi vezérelt. Hát Borbély Szilárd van, mi vezérelt. Borbély Szilárdot az vezérelt annak idején, amennyire én tudom, de nem vagyok ebben teljesen biztos, hogy annak idején, amikor a 80-as években a magyar költészet úgy nézett ki, hogy volt egy nagyon erőteljes, a rendszerváltás egy erős egy ilyen küldetéses tudat, ami nem tudom, a szocialista kultúrában eredő, kicsit 19. századi vers ideál, ami azt mondta, hogy egy nagy vers, azt egy ilyen nagy előadó, és akkor mindenki álljult a meghallgatja, mondjuk Latinom is intonálásával addig vagyok, és hogy ez egy nagy esztétikai teret. Én akkor azt gondoltam, és ebben a Borbély Szilárd szerző megerősített, hogy ez egy nem állandó helyét, tehát a költészetnek nem az a feladata, és nem egyes verseket tud létrehozni, hanem éppen a költői tevékenységnek a lényeg az, hogy egy más nyelvet hoz létre, és rendszerszerűen átírja a poétikát, és átdolgozza a hagyományt, és kihívásokat ez hagyomány szemben. Most kérdezem Áfri János, hogy gondolja, de ezt már előbb beszéltem. Az előbb is megbeszéltük, hogy előbb feltettem, valahogy szóba jött ez a kérdés, úgyhogy elmondtam, hogy ez gyakorlatilag egy kihívás, hogy kihívás szerinted is, csak hát én más felől közöltöttem, én egy ilyen mediális
oldalát néztem a dolognak, hogy tényleg fontos, hogy a könyv önmagában is másképp tudjon működni, és könyvként tudjon működni, hogy ne ugyanazt az élményt adja, mint hogyha csak külön ismeri az ember a verseket. Persze az azért megkerülhetetlen, hogy kell, hogy legyenek erős pillanatai, azért külön-külön a szövegek között is kell, hogy legyenek olyanok, amik önmagukban magasan jobban, mint a többi. Hogy van-e olyan, azt nem tudom, de azért, hogy Borbély szervező szerzőnél előfordul, az szerintem kijelenthető. Talán terüljük a kritikai figyelmet abba az irányba, hogy én annak szeretném ez a beszélgetésen most valamiképpen kezdeményezni, hogy ha volnának fülek, akik meghallják, akkor megpróbálnánk elmozdítani ezt a, annak a kötetnek az olvasás módját a beszélgetés által is, arról a pontról, ahol most a test diszkurzushoz látszik, hogy előtesen hozzá kötni mindaz az 5-6 kritika. Recenziót én olvasom. Engem sokkal inkább izgatott az, amikor, és az első, mielőtt a kritikák születtek volna, tehát amikor a János megtisztelő bizalmat fogadni, ezt még kézilag elolvastam, hogy itt egy nagyon izgalmas kísérlet történik arra, hogy túlléljük azon, ami most már szinte azért nagyon bevett gyakorlatilag a test környékén leolvozott beszélben, és tovább a látás előtt. Látás, erről beszéltünk. Most, amit én most meg akarok kérdezni, az az, hogy a kritikákat is összezavarta az, hogyha a testi diszkurzusból indulunk ki, hogy ki az, aki itt beszél, kinek az élettörténete az, és volt olyan szerzőnyi Lász Ferenc kritikája, aki megpróbált egy kvázi élettörténetet végigvinni ezen a 60 versen plusz egy, megmutatni azt, hogy itt van egy, és erre utalnak a kötetet kísérő illusztrációk is, amelyek arcot mutatnak, ami egy fiatal csecsemő arc, és aztán egy férfi, vagy egy idősebb férfi arc lesz, akkor a szem a végén csukva látható. Ő azt mondja, hogy lemúlva, de én nem úgy látom lesütve, úgy látom, hogy csukva lesz, nem lesütve. Tehát, hogy mennyiben van egy megragadható szerzői, biografikus hátra kötetnek kell ez után kutatni, illetve a beszélő hang, beszélő szubjektum az egy valaki, vagy inkább ebből a vizualitásból következően sokkal finomabb és én nagyon jól tanult romáros szempontba folyik bele, hogy azt kérdezzük, mondjuk pár egyébként azt mondja, hogy a lira lényeg az, akiről beszélünk. Hát ez egy kicsit képzavarosan hangzik így, de hogyha belegondolunk, most ez nem nagy titok, hogy azért, ami ebben a könyvben le van írva, abban nagyon sok minden valamifajta feldolgozási kísérlet annak, ami mondjuk az életemben történt. És hogy ezt egy-egyre biografikusan olvassuk, azért az talán erős, de nagyon sok ponton, hogyha akarjuk, akkor mi megtehetjük. Vagy akár az egész könyvben is végre lehetne vezetni, de nyilván ez lehetetlen az én megközelítésemet azonosítani azzal, ami történt, mert hát mégiscsak pont erről van szó, hogy ezeket nem lehet elbeszélni, ez az alap, amiből kiindul ez a kötet a címében, és hogy ez az egész egy hájóval keresztül történik, ez az egész elbeszélés. Ezek olyan kis monológok, amik gyakorlatilag, ha így akarjuk olvasni biografikusan, hogy mintha vele valóknak mindenki más embert ismernek benned. És akármi teszel, ez elkerülhetetlen, nem lehet egyszerűen megképezni. És ami ezen túlmutat, az pont az a metafizikai tárgat, ami valami elementárisabb szinten azonossá tesz bennünket, hogyha hiszünk ebben. És hogyha én szeretném hinni, hogy van valami ilyesmi, és a kérdés az, hogy megtaláljuk-e ezt a tárgatot, tudjuk-e innen olvasni a dolgokat, hogy valójában pont erről van szó, hogy itt bele vagyunk kászálódva ebbe a történetbe, hogy bele vagyunk ezekben az elbeszélési folyamatokban, és ez egy lezárhatatlan folyamat, mert állandóan ezzel küzdünk, hogy sikerüljön valami biztos alapot találnunk, ezen a szinten pedig lehetetlen. És na, a kérdés még, hogy ez a biografikus dolog, hogy hát a képek is nem véletlenül kerültek bele, mert eljátszanak ezzel a dologgal, felkínálnak egy lehetséges ilyen közelítést, mert azért ez valahol egy kockázatos dolog is. De nem szeretném valami, hogy ez legyen az első dolog, ami eszébe jut az embereknek, de hogyha innen is
közelítenek, akkor, akkor is tegyük fel, arról van szó, olvasom egy szöveget, akkor megpróbálsz valahogy belehelyezkedni a pozícióba. És akkor ezzel együtt gyakorlatilag felkínálom, hogy ugyanazt a cselekvést tegye meg mindenki, amit én megtettem, mikor olvasta a szövegemet. Ilyet, mikor én írtam ezeket az írásokat, akkor megpróbáltam rekonstruálni egy-egy kis történetet. És gyakorlatilag, hogyha az olvasó elkezdi a szöveget megismerni, akkor ugyanebben a helyzetben valahogy azonos szituációba kerül, mint én. Mert olyan valakit próbál megérteni, akit valójában sosem ismerhet meg a maga valójában. Mert magunkról talán elhisszük, hogy magunkat megismerhetjük, de a másik ember mindig csak valahogy így ilyen elbeszéléseknek a keresztmetszetében. És talán ez az, ami így nyomaszóvá is tud válni. Hogy ezek a kísérletek mindig így picit ilyen elvettéltek. Ezen a ponton az kritikával is kell jöjjek. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős könyv, de ezt már beszéltük, és a kritika ezt visszaigazolta, de mindaz, amit most mondasz, az ezért fölveti azt a kérdést, mint ezt elfogadjuk, hogy így van, nem látjuk, nyilvánvalóan így van, és egy nagyon izgalmas vállalkozás arra nézve, hogy ebből egy költői világot létrehoznak kötetet csinálni, gondolom én. Ami az igazi kérdés az, hogy az olvasó az kicsoda és micsoda, tehát amikor könyvből jön lét, és akkor írás születik, akkor mindig nagy bizonytalanság van azt illetően, hogy ki is lesz az olvasó, hogy megtudjuk, hogy teremtetünk valóban azt a ténylegesen átadott elképzelt olvasót, ő fogja ott lenni. Ha én most másodszor, harmadszor, vagy nem is tudom, anyadszor, harmadszor, egyszer olvastam el a könyvet újra, akkor azt mondom, hogy azért van benne némi bizonytalanság azt illetően, hogy a szerző vagy a szövegek mennyiben nyugtatnak meg engem, hogy mint olvasó jó helyen vagyok. Tehát, hogy miután érdeklődöm, mi az, ami izgat engem, mi az, amire rá akarja irányítani a figyelmemet a szöveg, mi az, amit el akar előlem fátyolni, vagy ki akar takarni, hol akar manipulálni engem, mi a célja a szerzőnek és ezeknek a szövegeknek, hogy mellette engem. Tehát mi hol vannak azok a csapdák, hol vannak azok a játékok ebben a szöveg együttesben, ahol nekem igazából munkát kell végezni ahhoz, hogy valami beállást tud egyszer, hogy olvasóként élményt kapja. Most a szövegek mindegyik nagyon szépen megdolgozott, mindegyik egy nagyon erős és konzekvens és valóban egyéni hangnak a megszólaltatói. Ha kritikával lehet illetni valahol, akkor ott éreztem egyfajta ilyen pontot, hogy végülis a kritikáknak a bizonytalansága bennem is megfogalmazódott. Ki beszél, hogyan záródik a könyv, és mi a célja? Tehát, hogy mit akar tőlem ez a könyv? Azon túl, mire akar ezen felszólítani? Mi az, amit el akar nekem mondani? Tehát mindegyik írás megállja helyén, mindegyik rendben van, erősebb pillanatai valamikor a kötetnek, és minden kötetnek vannak gyengébb pillanatai, de hogy igazából azt a nagyon erős, ez természetesen az egy nagyon ideális és szigorú elvárás, de hogy hol van az a pont a szerző szerint, ahol engem meg akar érinteni? Ezt most egy nagyon nehéz kérdésként vettem föl, nem akarok rá beszélni. A kérdés, hogy hogy érted, hogy hol van az a pont testileg? Pont erről az. Hát szerintem a könyvben voltam, vagy a szövegtestem volt az a pont, vagy nem igazán minden. A szerzőnek a fejében volna az a pont, én erre gondoltam. De ez nem azt hiszem, hogy ez az igaz. Ez az igazi kísérlet, vagy nem tudom, hogy ez sikerül-e, de én, ahogy nagyon sok visszajelzést kapok számomra, az a szövegnek a tétje, hogy képes-e valamit átformálni abban, aki olvassa. És nagyon sokan mondják azt, hogy nehezen tudnak magukhoz térni, hogy elolvassák, vagy hogy sírnak, vagy hogy valami olyan
reakciót vált ki belőlük, ami valahogy szellemileg is hatással van, és nem egyszerűen azért, mert tematikusan megidéződik valami, hanem azért, mert olyan szituációk hatnak, vagy úgy hatnak, mintha valamilyen szinten egy átélést jelent. Tehát azt hiszem, hogy mikor az empátia úgy megvalósul, vagy a katartis nevezők akárhogy, akkor történnek meg ilyen testi folyamatok. Tehát hogy úgymond egy ilyen antropológiai hatással is lehet a szövegnek, és hogyha valamit akartak önhoz, akkor talán az volt, hogy azért próbálja meg másképp láttatni egy-egy helyzetet, mert talán vannak benne olyan helyzetek, amiket úgy én nem olvastam leírva, vagy olyan helyzetek, amiket nem tudtam, vagy amiket lehet, hogy csak nekem izgalmas ez, de hogy jobban megértettem azzal, hogy megírtam. És talán ha valaki elolvassa, akkor lehet, hogy ő is jobban érti meg. De ezekben láttam, tehát nem akartam, hogy ez valamilyen verses regény legyen, mert nem is az, hanem vannak mozaikok. És hogy ebben most kiemeljem azokat így tematikusan, hogy melyik az, ami kulcsot adja, azt nem igazán tenni meg, mert lehet, hogy van nekem is elképzelésem, hogy... Nem akarok védekezésre készíteni a szerzőt, nem is követően, ez a feladatomnak, hogy elhetsz a könyvét. Egy érzéketlen olvasóként én olvasom a könyvet, és akkor nagyon izgalmas és új dolgokat találom benne, mint azért azt mondom, hogy ha körbenézek, mindenki szakmaszerűen olvas, nincsen, beszélhetünk úgy, hogy erre hagyatkozunk. Tehát én olyan új dolgokat találtam ebben a könyvben, ami igazán izgalmas volt, az, amikor nem tudtam megnyugtatóan azt mondani, hogy elsőben most átadőlök, és akkor túl vagyok rajta, vissza kellett élni, és újra olvasni, és dolgozni kellett a szöveggel, hogy megértsen, hogy mit akar, és azt hogyan helyezkedik az egészbe. Tehát a könyv nem lehet úgy olvasni, mint egy könnyelvásos könyvet, mármint akkor az értelemben, hogy egy bejáratott versek hangján és bejáratott versmodellek szerint működik, tehát leginkább szoktunk első könyves olvasóban szerzőkre találni. Ez egy egészen más stróbra járó könyv, sokkal többet követel az olvasójától, a kritikustól is, sokkal összetettebb. Ez egy nagyon kiírlek és nagyon jól megcsinált, és nagyon ilyen értelemben újító jellem, újító kezdeményező, politika és tematikus értelemben, és újító is kezdeményező könyv. Tehát messze mindent, amit kritikusként, vagy úgymond szakmaszerűen és lefettes olvasóként lehet jól mondani róla, én most minden jót el tudok erről a könyvről mondani, és a kérdések, amelyek a kritikaként merültek föl, vagy hiányosságot, vagy valamilyen továbbakolásra készítő kérdéseket merültek föl, akkor igazából az arra irányul most, hogy a kritika vagy a tudatos olvasókat tennék. És én ezen a ponton éreztem azt, hogy a látvány, a látás, az egyáltalán az, amit mondtam, hogy egy történet volt egyfajta a kritikai olvasó, kritikusok recenzensen körülbelül volt egy ilyen kény, ez így egy versesőként, hogy egy elbeszélés, verses elbeszélés, közelítség meg. Tehát ilyen értelemben fölmerül és fölkeltődik az olvasóban az az igény, hogy úgy értse meg, hogy összeálljon végre az a történet. Hogy egy embernek egy koherens, összefüggő narratívája, élettörténetét, vagy személyes történetét sikerül kibányászni ebből a könyvből. Nagyszerű a könyve az, hogy ennek ellenáll, hogy nem adja meg ezt a nyugalmat és biztonságot, sem azt, hogy ilyen könnyedén elejtsük a könyvet, megértettem, rendben van. És nagyon sok olyan pontja van ennek a könyvnek, amely tematikusan is úgymond új témákhoz, például a költészetből, a magyar költészetből, a portás költészetből, amiről eddig nem volt szó. Nagyon finom dolog az, amit a látással tesz ez a könyv, és nagyon jó szerencsés akár a cím és ez a részmetató rendszer, ami módon megjelenik ebben a összekötőben. Én most azt kérném, hogy ha nem nincs elendő, akkor olvas föl, vagy a könyvből, vagy akár a másnak olyan kötőt, hogy
újat, hogy én tolvassam, mert a régieket ismeritek szerintem a többnyire. Újat. 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 Mostanában ilyen képzőjét, inspirációra írogatok. Nincs, van monitorunk, de nem üzemeltünk be. Úgyhogy anélkül. Urs Fischer jó című dekonstrukciójához. Kifáradás. Mint szemből az éjszaka, úgy szakítja ki belőlünk a fényt, hogy itt vagyunk. A vagyunk legnyomasztóbb értelmében. Elmetélve mindattól, ami azelőtt egyben volt, hitünk szerint. Saját szakot hamar elindul a születés után, csak vágy maradt, hogy közelebb kerülj minden tőled különálló ismerősséghez. Ezért mozdulnak görcsösen a tért hajlatok, ezért remek hideg készfej és pörpül gerinc a hátrafordulások zavarában, miután nyugat mélyeztet köréd a gyermekkor. Aztán a kötelő alján szitálod a törmelékeket, keresésre kényszerít az akarat, a legvastagabb könyv, amit még nem írtak meg. Háború hatalom térképén, a bőrön. A kifáradás esztétikája, amint a víz párolódni kezd belőled. És egyszer csak hirtelen, tágra nyílt szemekkel halsz meg, mintha még soha. Gyarmati Tihamér repülhajó című képéhez. Belülről az égbolt. Megvilágított őr az égbolt. Rajta vibráló fény minden hegesebb is. Ereg kékje keveredik hámsejtekkel, mikor a nap közelebb a horizonthoz, és a holdperebe árnyékot kap felülről. Világlani kezdenek az átszólt bőrpontjai. Hozzájön törve minden vitorla csúcsa. Egy megborult hajó tűnik elő az égen. Villanása vakít, mert az égbolt felületét voltak épp frissen érezett kis hasítja át. Közel a két összevart hasi sebhez. Sugárban ömlik a cinnober a testre, narancsosan barnára színezi a gyomor folyadékait. Alex Todd, The Forgotten Housewife című képéhez. Felejtés. Kereten túl egy elvesztett hajrá, magában rántott gondolatok szakadnak le a képről egy megrázó dőléssel. Ki az ajból? Ahogy falrepet szét a fej mögött, hajba kap valami felejtésre ítélt mondat, és hint a székszór árnyékot a nő alá, aki homlokát hátra vetve a szék karja, karfájára markol egy elkerülhetetlen esés előtti pillanatban. Lábfejét egyenesre feszíti a remegés, fölötte gomolyak lebeg, de mivel a vihar elcsendesül, a szobában nem marad más, csak fehérbe bábozódott asszony, egy belső tér törvelékei. Igen, visszatérve a könyvhöz, közben rendeztem a gondolatomat, és egy valami kimaradt, amit meg akartam kérdezni. Látványleírások vannak, és van az, amit említettél, amit nehéz elmondani, és ami nyilván a feladat van az, hogy traumákat fogalmazom meg, traumákat mondjuk ki, ennek a kötetnek is van egy erőteljes borulata, de ugyanakkor tudja magát ellenportozni. És van egy nagyon izgalmas rétege ezeknek a verseknek, amelyre úgy utal a kritika, hogy filozófikus, és bizonyos szövegeket emelnek ki, és idézik, és értelmeznek a kötetből. Most engem az érdekelt, hogy az előbb már azt érintette, hogy behelyezkedni mások tekintetében, hogy hogyan látnak bennünket, hogyan áll össze az a kép, amely akár egy valakiről tudható gondolatod, egy külső nézőponton keresztül. Vannak olyan versek, amelyek
szerepelsek volnának, vagy drámai monológok, hogy valaki más mondja, kötételezzük, hogy nem a szerzőknek, aki fiatal férfinek. Ez hogyan is volt a valójában, tehát, hogy most csak az idői műhelyet titokra vagyok, én elsősorban kíváncsi, hogy elgondolt és opcióként megteremtett egy másik beszélők a szerző, vagy pedig használ valamilyen közvetítő szövegeket, anyagokat, elbeszéléseket? Közvetítő szövegeket anyagokat nem használtam, és hát egy esetben volt arra példa, hogy használtam, de az is személyes síkon. Tehát, hogy idegen anyagot nem. Aztán a szövegek. Belehelyezettél és megpróbáltad végig gondolni, mint egy fikció teremtve, vagy egy írai personál létrehozva, hogy onnan nézve egy történet, hogy nem is kerekedik ki. Igen, valami ilyesmi. Jó, most sok mindent megtudtunk. És ami engem igazából még érdekelt volna, az egyetlen egy kérdés, és valószínűleg összetett válaszolókat jelenés, hogy ez vannak nagyon erős pontjai ezeknek a verseknek, ahol egy olyan fajta hang szólal meg, és egy olyan összetettsége és jelentésessége a szövegnek, amelyre azt mondjuk, hogy filozófia. Most ezek bizony néha, mint hogyha kilógnának magából a szövegből. Hogy látod ezt? Abszolút egyetértek, jó, hogy ezt mondod, mert ezekről szeretek megfeledkezni én is, meg úgy valahogy ezek meg is beszélgetek az emberekkel, valamint nem ezekkel van a hangsúly soha. Nem izgatja úgy annyira az embereket, mert valahogy jobban érdekli az őket többnyire, hogy azok a szövegek azok tényleg köthetőek hozzá, vagy hogy köthetőek hozzá. De amik kilógnak, én azokat is valami fajta ilyen pont azt az ellenpontozást jelentő szövegeként fogom fel, amelyek egy más tárlatot nyitnak, amik valahogy nem emberi nézőpontot nyitnak, amik ilyen picit ilyen, mint hogyha tényleg egy ilyen diagnetikus vagy egy, nem tudom, isteni, vagy valamifajta ilyen spirituális tárlatból, vagy mint egy prózában egy ilyen narrátor, vagy tényleg csak így, aki belevált így a helyzetben, mondjuk egy állami leírásnál, ami egyébként másnak nem hozzáférhető, és nem elbeszélhető. Tehát, hogy ne csak ennek a személyes szinte bele, amik elvettek, hogy gyakorlatilag azonos nyelven szólnak, meg majdnem minden szöveg. Csak ilyen belső monológok, mert azt gondolom egyébként, hogy valahogy ez is egy ilyen kis, lehet, hogy az én képzetem, meg így magyarázkodás is, de hogyha belegondolunk, úgy magunkban, mikor gondolkodunk, akkor picit mindig másképp beszéljük el a viszonyunkat. Van ilyen, elbeszéljük, van egy ember, akivel van valamilyen kapcsolatunk, és elbeszéljük azt, hogy milyen a közös történetünk. Így rekonstruáljuk, így állapítjuk meg magunkban, hogy mi van. És hogy ezáltal mi az, ami bennünk is nyomként marad, azt így összegezzük. De egyben ez a szint, amikor így belül történnek bennünk ezek a lelki folyamatok, az így egy lehetőség arra, hogy így filozofáljuk, hogy valahogy más tárlatot nyissunk, úgymond. Én a filozofálással egyben metafizikai vagy spirituálisabb tárlatokat is el tudom képzelni, hogy az ember ilyenkor valami más szintre helyezi a dolgokat, és ez az, ami, ahol hasonlóban is hasonlók, mert nem mindig annyira szavakban történik. Persze az nem más kérdés, hogy ha leírom, akkor megint ott vagyok, hogy mégiscsak szavaknál tartok. De most egységesebb az a gondolat, tudati mező, hogyha szabad ilyenről beszélnem, amiből úgy mindnyáján táplálkozunk, és mindnyáján kicsit elrajtetett gondolat lehet, de van egy ilyen elképzelés, ami ma valami fajta ilyen. Ami úgymond a szellemet adja. Veszélyes vizekre elvesztünk. Talán itt ezen a
ezen a ponton én azt mondom, hogy a verseket átfordítani, inkább a versek lehet elérni vissza a gondolkodásunkat. Én nem szoktam gondolkodni, akkor verseket olvasok, verseket írok. Sokkal érdekesebb az, és ennek a kötetnek a nagy erénye az, hogy képeket használ, nyelvet teremt, témákat érint, olyan témákat, amelyeket nem igazán beszélt akár a líra, valami nagyon határozott költői szándék, nyilvánul meg a könyvben, valamit akar, egy erős költői pálya, kezdetén látható ebben. Nincs unalmasabb a költség beszélgetéseknél hosszabb, talán lezárást érteni, azt kérem, hogy még inkább olvas, és aztán pedig a nyelvénynek kérem, hogy valami nem a kérdése, hanem tegye föl, és további agyolás életszerű. Jó, akkor hát, akkor ez is egy új önkészület lesz. Ahmed Mater Illumination című képti mondjákhoz. Hallgatás. Egymás eltorzult tükörképei vagyunk, két szembe fordított röntgenképen. Egyik oldalon nagyobb koponya és kisebb érzelem, mégis ugyanúgy árnyékból egy mellkasunkba rejtett szivattyú a szív. Két átvilágított felsőtest, körbefüttatva indulatokkal, aranysárga vonalak. Közöttünk, mint könyvgerinc, sötétlenek a lapszéli ívek. Közös határaink. Margóros cincelve homályos feleti kalligráfiák, a féltékenység nyomrendszere. Az akarat születés előttről örökölt ősképei halandó szétszakítására. A szabadság földi hidege engedném, hogy elengedjenek. De nem bírom megkülönböztetni már a mellüleg és a koponya éjszakájának melegét. Inkább hallgatom, ahogy melleden állt be a szívet. Anthony Gordon Learning to Think című installációjához súlytalanság. Mennyezeten túlnyúló arcok saját élettel. Egy másik közegbe lógnak át. A parkettázott plafon szürkésen barnára csiszolták, beépítve az élet alaki nyomait, hogy tovább törjenek az időtől szétrepett falak a lelógó fekete végtagok terme alatt. Hamtalan borzongás helye őrzi az eltűnt fejek hordalékait, fegyelmezetten hívogatnak a kimerevedett karok. Tanítványok várták így a mestert az utolsó asztalnál. Elárulás előtt. És most kedvem lenne kipróbálni legalább ezt a csillárt, vajon tényleg elvérve a terve. Ami nem több egy oldalnál, vagy legfeljebb három oldalban, mert részegségből
félek, hogy elveszik a játékomat, ezt az utópiát, ezt a túlillúziót, ami már kezdik el. Szerintem egyébként Miki, én is pont azt mondtam, hogy kell, hogy legyenek olyan kiemelkedő darabok, amik pont ezt a memóriát tartják fel. Én például Szilárdnál is találtam ilyeneket. Szerintem te is, hogyha belegondolsz, nem tudom, ki tudok emelni egy-egy nagy verset köteteknél, és talán ez cél is, hogy legyen ilyen, nekem is célom volt, hogy legyen olyan, ami azért. Jó, hát ez mondjuk változó. Azt hiszem, hogy az ami helyett kötetve például nem nagyon. Tehát nem nagyon van egy valami, amit így kimarad az ember magának, nem? Szerintem ott is. Hát igaz, hogy ott nincsenek, mondjuk azt én most ismertem meg azt a kötetet, de ahol két hete olvastam, de például... Legyen frissebb az élmény. Ott nincsenek olyan címek, de vannak olyan szakaszok, amik sokkaltan, vagy van egy-két olyan szakasz, ami nagyon erősen kiemelkedett nekem, de ez lehet, hogy szubjektív, és ugyanúgy nem tudom, még minden alkalomban is volt ilyen, és hogy a testhezben is volt olyan gyakorlatilag. A Berlin Palmetben, amit szintén sajnos most be kell valamit technikus orvostan először, azt is ott is volt olyan. Összeomlik a kapcsolatunk. Én azt hiszem, hogy fontos cél, és egyetértek veled, hogy kell, hogy legyenek ilyenek. Ez a kettő nem mond el egymást, nem szerintem. Hogyha megnézzük... Nem akarok változásni sem. Én azt gondolom, hogy az, hogy működik kötetként egy valamivel másképp, mint korábban, hogy hogy van valamilyen erősebb viszony a versek között, az nem zárja ki azt, hogy egy-egy vers valamiképp önmagában is jócskán felelően megjön. Én azt gondolom, hogy ez mindig reakció és ellenreakció, tehát hullámok mindig vannak. De ez az én döntésem volt, és nem volt általános. És egyébként pedig íratörténetileg én azt gondolom, hogy ezek így váltják. Petrárkára gondolunk, és a humanista költőkre, úgyhogy egy nagy vers, nincsenek ilyen versispontok, hanem kiegyenlített kötetek vannak, vagy kiegyenlített anyagok vannak, és utána is sokáig, és a Csokonáit említettem a beszélgetés elején, akkor a Csokonái idején meg is az látszik, hogy nincs ez a kiemelkedő státusz, hanem úgy egyre vannak. Egyébként, ha már a konkrét példához térnénk vissza, akkor ennyire egészen meglepett az, amit egyszer két éve tudtam meg egy színész büfébe, Horváth Péter nevű drámaírótól, akinek a apukája volt tévés rendező, és tőle tudtam meg, hogy a Latinovics féle előadás az egy rendező. Ami teljesen benne van, csak bennem ott akkor egy pillanatra egy világulott össze, amikor én azt gondoltam, hogy a Latinovics mondja a verset maga színészi zsenialitásával, és egy ilyen ős erejű ember a saját hangját adja hozzá egy verset, és kiderült, hogy nem tudjuk persze a mértékét a rendező instruálásnak, de hogy valójában egy instruált színész beszél, hogy rendező által instruált színész. Lehet kérni, hogy ebből a Koma kötetből Borbély Szilárd olvasson fel? A Gábor kötetből? A Gábor kötetét? Mit szeretnél? Én nagyon rosszul olvasok fel, én ezt nem úgy vállalnám. Én a saját verseimet sem szívesen, mert nem tudok felolvasni, és végtelenül idegesít és irritál a saját hangom, amit akarok. De az udvariasságban meg szoktam tenni, hogy felolvasom, de mással ezt én nem tenni. Vagy csak nem a szerzők ír rá. Akkor viszont nem tudok ellenni. Cserébe majd én is olvasok valamit. Okay. De akkor te választasz. Igen, választok.
készül. A házak szűkülnek el, a pislogok, és azért sem nézek rá, mert rám néz, nem leszek senkinek az idézőjele, most is csak magunkat zárjuk le, aztán felállunk és nem tekintünk körül, érzelmesen karol, könnyed kellően, mégsem talán bennem elég ölelésre. Szívószálba lassul megy a lélek, szemekben olvad ennyi nem, azt mondja, ne új, érti, miközben az sem vissza még az újat, én hogy értsem, de jövőre, ha majd kevesebbet félek, lehet, hogy ki fogunk esni egymásból, el kell magunkat különítenem, mert ami nem húlik el, az nincs. Olvasgattam is, mikor készültetél, akkor ha lett volna mondtuk, hanem utána a mondtókat, meg az ajánlásokat, akkor bevallom, hogy mit írtam volna a mondtónak a könyvben. De felolvasom az egész szöveget, és akkor érthetővé válik utána fokozatosan, úgyis, hogy miért. Az utóbbi időben észrevettem, hogy úgy mozgok a városban, ahogy a bevetésben városi kerélek. Jól képzettek ki Robert Hartfordot, és én minden teremtártat felhasználok. Így megyek az utcán, fedezékben, a hírműsorban láttam ezt a mozgást, és már egész jól elsajátítom. Elképzelem magam több nézőpontból, mindezt egymásra vonatkoztatom, így mozgok, mint egy videójátékban, rekonstruált térképzetem vagyok. A tereptárgyakat is szimulálom, már ösztönös, mint minden harcmodon. Azt hiszem, hogy így az utolsó összsor az ilyen ideális motto lett volna a könyvhöz, mert valami van benne, amire én most így olvasgattam a kijelölt dolgokat. Ezt korábban néztem, ezen így nagyon gondolkodtam, hogy ez úgy adna egy ilyen fagoszkodót. A második kiadásban már tudjuk, hogy ez a 92-es autója. És hát a Liva történetén és Bölcsész de a könyvben mutató volt hallottatok, úgyhogy a mai alkalommal én szerintem meglehetősen unalmasak voltunk, és nem is elmehetségünkre szolgáltunk, de is nehezebb gyakorlatilag.